Sziasztok! Nemrég a Player Ruházban megnéztem, hogy talán ilyen barfos appokat, és találtam, hármat fogok nektek bemutatni. Az első a Barfasztik nevet viseli, és hogyha megnyitjátok, akkor így néz ki. Én már itt a MyPerc alatt hozzáadtam egy kutyust és egy cicát, de egyébként görényt is hozzá lehet adni. Megnyitjátok, akkor a kutyának, illetve a cicának is a nevét kéri, a súlyát, az aktivitási szintet, azt, hogy felnőtt vagy kölyök állatról van-e szó, ivartalanított-e, van-e betegsége, hogy egyébként van, akkor ő oda fogja írni, hogy kiegészítők adása lehet szükséges. Illetve a kutyának megkérdezi, hogy munkakutyáról van-e szó, esetleg agárról, cicánál pedig, hogy kijárósa. És akkor így mutatja meg nekünk az arányokat, miből mennyit. Itt ugye, ahogy látjátok, ez egy közepes aktivitású 20 kilós ivartalan kutyus, akinek fél kiló a napi adagja, ami, illetve csontot is mutat, vagy nem csontot, tojást is mutat, amiből kettőt kaphat egy héten, ez valószínűleg nyers tojás, amire gondol. Itt olyanok vannak, hogy máj, egyéb belsőség, zöldség, gyümölcs, hús, mármint színhús és hal, illetve csontos hús. Ez cicánál annyiba módosul, hogy ott nincsen, nem adunk zöldséget, hanem itt a szív van helyette. Az övé így néz ki, ezt a saját cicámra néztem. Ő egy alacsony aktivitású, 4 kilós és ivartalan cicus, akinek 120 g a napi adagja. Aztán ott a barfúc alatt megtaláltok mindenféle húsit. Ezek itt a csontos húsok, de van a színhús és a halakat is. Szépen veszi, akkor szív, mindenféle szív, belsőségek, zöldség, gyümölcs, illetve itt a máj is. És ahogy látjátok, hát ez leginkább csontnál fontos, de egyébként mindegyiknél előjelzi, hogy alatta ott van a, hát úgymond nehézségi szint. Tehát, hogy mennyire nehezen emészthető esetleg, hogyha a színhúsról van szó, hogyha a csontos, akkor meg ugye mennyire nehéz elrágni, tehát hogy inkább cicának, vagy inkább már kutyának ajánlott adni. Aztán találunk itt egyébként könyveket is, amik spanyol és angol nyelven elérhetőek, és Amazonról lehet őket megrendelni. Hát ez az applikáció az ennyi. Itt szerintem teljesen jól kiszámolja az arányokat, úgyhogy így kezdő nyerseseknek szívesen ajánlom. A másik az a Prey Model Pro, de le fogom írni amúgy a neveket a videó alatt, hogy jobban megtaláljátok. Ide is már betettem az én cicámnak az adatait. Ebbe az a jó, hogyha bérjük például itt, vagy egész csirke, akkor kihozza, hogy 68%-ban tartalmaz színhúst, és 32% a csont. Itt a májra és egyéb belsőségre 0-0%-ot ír. Ez valószínűleg azért van, mert ugye úgy számolja, hogy amit a boltba veszünk, ugye ez ki van zsigerelve, tehát nincsenek benne belsőségek abban a csirkében már. De itt mindenfélét meg lehet nézni. És akkor van itt. Itt is egyébként az először az állatnak a nevét, súlyát, aktivitási adagot százalékban viszont már nekünk kell megadni, tehát itt nem ön számolja ki az applikáció, hanem ezt te adod meg, hogy 2%-ot, 3-at, 4-et, mennyi testsúlyának hány százalékát eteted, és az alapján akkor ő kiszámolja, hogy az hány gram per nap.
És akkor, hogyha itt az állatunk képére kattintunk, amit én nem állítottam be, de itt le van írva, itt van, hogy 114 gram az ő napi adagja, és ott alul, remélem látszódik, alul a Prey modellnek is ezt a ugye 80-10-5-5 százalékot ezt mutatja, ugye 80 színhús, 10% csont, de ez ugye csupasz csontra vonatkozik, és 5% már 5% egyéb belsőség. Hát én ezt úgy szoktam számolni, hogyha Prey-ről beszélünk, hogy 75% a hús, a színhús, és 15% vagy 20 esetleg, amit csontos húsnak számolom, mert ugye ez teljesen csupasz csontra vonatkozik, ez a 10%, de hát onnan nem szoktunk etetni, nem is igazán tudnánk, meg nem is azért nem ajánlott annyira. Úgyhogy így a húsból elvéve szoktam pluszba hozzáadni. A harmadik, ez a Barf Calculator Light. De egyébként az előzőt azt inkább már azért ilyen haladó nyerseseknek ajánlanám, mert azért a százalékot, hogy mennyit etetsz, azt neked kell. Egyébként, hogyha kölyök kutyusról van szó, akkor a várható felnőttkori testsúlyt fogja kérni az applikáció. Na tehát itt van a harmadik, ami így néz ki, amikor megnyitjuk. Itt ugye kéri a nemét, a korát, most itt beállítunk egy felnőttet, beállítunk neki egy 20 kilót, akkor itt vannak szintén az aktivitási szintek, legyek közepesen aktív. Itt kérdezi, hogy ivartalan-e, azt bejelöljük, hogy igen, illetve, hogy gabonát tartalmazon-e az étkezés, hát természetesen nem. És akkor rányomunk a kalkulérre, és kiszámolja nekünk, hogy 400 g a napi adag, és teljesen nem látjátok, remélem látszik, tételesen megmutatja, hogy miből mennyit adunk, külön a zöldségrészt, külön a gyümölcsrészt, akkor azt, hogy izomhúsból mennyit, gyomor, tehát például pacal, vagy zúzal, vagy bármi ilyesmi, illetve polc, vagy csont, valamint belsőségek. És akkor ez a napi, ez a 400 adag neki, de lehet látni itt hetit, ugye akkor összesíti. Egyébként a hetit azt de itt írja is, hogy a vasárnap az kopleló nap, tehát 6 napra számolja a heti adagot. És akkor van itt egy komplett terv. Ami így megy végig. Az a baj ezzel az applikációval, hogy izomnak és gyomornak összesen a teljes adag 56%-át számolja, ami szerintem kutyáknak azért az esetek többségében sok. Ellenben csontból csak 16% van, ami mondjuk egy cicának éppenséggel elegendő lehetne, hogyha a Prey modell szerint etetjük, de egy kutyának kevés. Ugye a kutyusoknak több csontra, kevesebb színhúsra, a cicának pedig több színhúsra és kevesebb csontra van szükségük. Szóval ez a 16, ez max. Egy macskának lehet jó, egy kutyának semmiképp nem hiszem, hogy elegendő lenne. Belsőség 16%, mármint az össz belsőség, tehát máj plusz egyéb, ami ugye megint csak sok, mert 5-5% kellene. A zöldség 15, a gyümölcs 5, szerintem ez így rendben van. Aztán itt a kérdőjelre, mindjárt mutatom, ott a kérdőjelre kattintva ad nekünk, hogy látjátok a kérdőjeleket, hogyha rákattintunk, na, ha megcsinálnám, tehát ha rákattintunk, igen, itt mutatja ki, hozzá és nézzük az izomhúst, akkor azt mutatja, hogy izomhúson belül is miket lehet etetni, illetve ugyanígy zöldséget, mindent megmutat, hogy szerinte mi az, ami ezekből etethető. Mert itt az a baj, hogy
déli gyümölcsöket is mutat, ami, hát amit ugye nem szoktunk adni, gabonát szintén semmilyen formában, illetve itt van jó pár K-betűs zöldség, ami ugye puffaszthat, úgyhogy ez szintén nem igazán ajánlott. Valamint főtt burgonya és cukorépa is, ami nem, tehát nem adunk ilyeneket. Azért amúgy ezt a heti menünél, ahogy láttátok, és nem a heti menünél, hanem az a komplettő terv nevű dolognál, ott úgy van leosztva, hogy van, amikor csak mondjuk zöldséggyümölcs, valamilyen olaj van aznap, másnap meg mondjuk csont, meg belsőség, tehát így összességében összeszámolja, hogy összesen egy héten, pontosabban 6 napon keresztül miből mennyit, és akkor ezt így leosztogatja. Tehát nem mindig úgy van meg, hogy csontos, színhús, zöldséggyümölcs, és így egy teljes menü, hanem így külön bontogatja. De persze nyilván el lehet térni, ez csak egy ilyen iránymutatás az applikációtól. Hát ez a harmadik, ez csak azért került bemutatásra, hogy megmutassam, hogy mit ne töltsetek le, mert ugye, ahogy mondtam is, az arányokat nem megfelelően számolja, olyan ételeket is megengedettnek tekint, amit egyébként nem adunk, és nem megengedett. Úgyhogy az első kettőt azt ajánlom kezdőknek, illetve a másodikat haladóknak, de ezt a harmadikat azt szerintem nem érdemes letölteni, mert hát ettől nem lesztek okosabbak, sőt, ez igazából csak bekavar és rossz arányokat mutat. Úgyhogy, ha szeretnétek használni az első kettőt, a harmadikat ezt inkább ne. Köszönöm a figyelmet, legközelebb is találkozunk, sziasztok!